Mi történik akkor, ha? 22 középiskolás diák 10 tanárával összefog. És 5 nap alatt megtesznek 300 kilométert szerte vajdaságban. Hogy felfedezzék és bemutassák 7 település történelmét és jellegzetességeit. És ez még folytatódik. Szent Teréz székesegyház Franz Kaufmann tervei alapján késői barokk stílusban épült. A 19. század végén a hívők számát tekintve az akkori magyar királyság második legnagyobb plébániája volt. A templomban 18 embernagyságú szobor található. Homlokzatán a harangtornyok között a szeplőtelen szűzkő szobra áll, Friedrich Held alkotása 1797-ben készült. A harangtorony 64 méter magas, tehát ha ledőlne, a szemközti parkot szinte kettészelné. Itt volt a városháza, itt volt a baros kávéház, itt volt a gimnázium évtizedek óta letaposott rozoga főlépcsőivel, kis fatornyával, melybe reggelente diákhívó harangszócsánk. Itt volt a magyar király vendéglő, itt volt vele szemben a Széchenyi fogadó, egyik szárnyában a Kisfaludi színházzal, és Rézsút oldalt kilátás nyílt itt arra az egyemeletes gipszrózsákkal, aranyvillámhárítóval díszített palotára is, a város egyik legszebb épületére, melyben a Zúri kaszinó székel. Lejjebb üzletek következtek. Festékbolt, 2 vaskereskedés, Vajna papír és könyvesboltja, a Mária gyógytár, és egy új csinosan berendezett nagy díszműkereskedés is, Weiss és társa. A kereskedő jókedvű görög dünnye fejét süttetve a nappal, boltja ajtajában szivarozott. Szivarját kivette a szájából, meghajolt, széles mosolyjal köszönt Vajka Jéknak. Sárszegen mindenki találkozott mindenkivel, naponta többször. Akár akar, akár nem. Mert a város úgy épült, hogy a téren okvetlenül át kellett mennie mindenkinek, bárhová is igyekezett. Az emberek alig köszöntötték egymást, csak intettek a szemükkel. Nem okozott bennünk nagyobb izgalmat ilyen találkozás, mintha egy család tagjai látják egymást a közös lakásban. A híres szabadkai írók költők közé tartozik Kosztolányi Dezső, Csát Géza, Munk Artúr, Danilo Kis. Kosztolányi Dezső, Szabadka. Gyerekkorom mindig téged kereslek, ha járom a poros, boros Szabadkát. Mióta labdám elgurult itt, nem ér az élet egy fabatkát. A zeneiskola
a balkonján állunk, ezen iskolát 1868-ban alapították, és kezdetben a gimnázium keretein belül működött, nem volt neki saját épülete, majd mikor Lányi Árnő lett az igazgató, akkor kapott saját épületet. A zeneiskolában kezdetben három szak működött, először a cselló, az ének és a hegedű szak, majd aztán kibővítették teória szakra, balettet, színművészetet is lehetett tanulni az iskolában. A másik pedig, hogy 4 évig tartott az oktatás, az első 2 volt az általános iskolás oktatás, a második 2 pedig a középoktatás. A Rijhel palota 1903-ban épült. Tervei és neve is Rijhel Ferenchez fűződnek, aki a századfordulón Szabadka a legjelentősebb építésze volt. Az ő tervei alapján épült a szabadkai főgimnázium és a Nemzeti Kaszinó is, ma a Városi Könyvtár épülete. Legjelentősebb alkotása azonban saját családi palotája, Szabadka a leggazdagabban díszített szecessziós épülete, melynek pazar berendezését, sőt a kárpityait is maga tervezte. Az épületben ma a képzőművészeti találkozó kortárs galéria működik. A valamikori Rókina Bara nevű mocsárvizit a 18. század második felétől kezdték lecsapolni, majd homokkal feltölteni, fákkal beültetni, parkosítani. Ekkor ültették a máig itt található platánfákat. A környező telkeken épültek fel a város legszebb palotái. A park kezdetekben a Mária Terézia, majd Lenin, ma pedig a Rijhel Ferenc nevét viseli. A sárcegi értelmiség egyetlen szórakozása az volt, hogy akár érkezett valaki-e, akár nem, kisétált a vonat elé, hogy szemügyre vegye az utasokat, beleringassa magát pár percre a nagyvárosi élet incselgő káprázatába. A pesti gyors percnyi pontossággal futott be, és a hatalmas mozdony a lámbor sárcegi publikum szórakoztatására ripkantott, szikrákat eregetett, afféle alkalmi tűzijátékot rögtönzött. Gyönyörködve nézték végig a gyors érkezését és indulását. Mint előkelő idős hölgy, úgy ékesíti kifinomult és gazdag díszítésével a zsinagóga Szabadka városát. Terveit Komor Marcell és Jakab Dezső készítették, ugyanúgy, mint a szabadkai városházáit. 1902-ben a szabadkai közlöny ezt írja. Augusztus havában kész lesz a monumentális épület, amely egyike lesz a város legszebb palotáinak. A zsinagóga a magyar szecesszió jegyében épült, Közép-Európa második legnagyobb zsinagógája a budapesti Dohány utcai után. Az épület szerkezetileg is különleges. A lazattalaj nem bírta volna a hatalmas kupolát, így ezt a földbe süllyesztett betonoszlopok tartják. A szabadkai városházát kuriózumként emlegetik, a zsolnai gyárból származó eozinberakású lépcsőháza, a magyar királyokat ábrázoló üvegablakai és szecessziós stílusú amerikai gyorséttárna miatt. Az épületet Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte. 1912. szeptember 15-én avatták fel. Maga a berendezés, a zsolnai kerámiák, a bútorok és az ötvös munkák egyenként is valóságos kis műremekeknek számítanak.
palicsi víztorony Komor Marcell és Jakab Dezső alkotása. 1910-ben épült a szecessziós stílusjegyeit viselve magán. Az épület víztoronyként szolgálta a helyi lakosság igényeit, de ez számít a fürdőhely, a park kapujának, valamint itt volt az 1972-ig üzemelő szabadkai villamos megállója is. Valamikor, amikor az embereknek még több idejük volt egymásra, a társasági életre, tömegesen jöttek a városból a palicsi parkba sétálni. Tavasztól őszig, szombaton és vasárnap délutántól éjszakában nyúló sétákat tettek a főbejárattól a tópartig, vagy a tópartján. A park telepítése még 1840-ben kezdődött. Ma 19 hektárnyi területen fekszik. Egyedülálló hangulatát a természeti értékek és az építészeti örökség ötvözetének köszönhetjük. Palics legnagyobb látványossága mégiscsak a tó. Az egyik legenda szerint a palicsi tó a Pannon-tenger maradványa. Egy másik szerint egy Pál nevű pásztor könnyeiből keletkezett, aki ott legeltette nyáját. Keletkezése nem tisztázott, kialakulása egészen a jégkorszakig vezethető vissza. Feltehetően nem forrásból ered, hanem legnagyobb részt a városon át folydogáló csapadékból származik. Eleven poézis. Fölötte az ég, s összefoly a két víz. Egymásba olvad, tág gyerekszemekkel föl-föl meredve nézem néma reggel. A tó, a messzeség. Ha-hó, a messzeségbe elvisz egy hajó. Ó, álom, áldás, szívdobogtató tündéri titkok tükre, tiszta tó, tündéri tó. Az ég is, mint a tó, kék habja oly sejtelmesen ünk. Gyakran keresek rajta egy illanó, tovább libegő lengeladikot. A Vermes Lajos sétányon található női fürdő máig Palics egyik legmeghatározóbb építménye. A korabeli polgári fürdőzési szokások miatt a fürdőházakat kabinokkal látták el, és külön férfi, illetve női fürdőt létesítettek. A cölöpökre épült gyönyörű faépület máig elkülönített fürdőhelynek számít. Különös hangulata van ennek az épületnek. Az idejárókat, mintha valami titkos szövetség kötné össze. Ez pedig a napfény, a víz és a palicsitó szeretete. Vermes Lajos, Csát Géza és Kosztolányi Dezső kortársa. Előkelő szabadkai polgári család sarja, a sportok szerelmese, maga is aktív sportoló. Megteremtette a világ első olimpiai faluját Palicson, ahol 1880 és 1914 között Európa szintű sportjátékokat szervezett. Közelben kialakították a verseny helyszíneit, a sportpályákat és a sportolók elhelyezésére szolgáló épületeket, köztük az egyik legszebb palicsi épületet, a Bagolyvárat. A jellegzetes palicsi épületek szecessziós stílusban épültek, mint például a zenepavilon vagy a nagy terasz, más néven a vigadó is. A zenepavilon térzene céljából létesült, ma is gyakran használják a látogatók szórakoztatására. A valamikori fürdőhelyi társalgó, vagyis a nagy terasz szándékosan úgy lett tervezve, hogy keresztül kelljen haladni rajta, ha le akarunk jutni a tóhoz. Valamikor a monumentális bálterméről volt híres, mégis a két tágas, tóra néző terasz képezi ennek a létesítménynek a legjellegzetesebb részét. A felújítási munkálatai ma is tartanak. A tervek szerint tanácskozási központként működik majd.
emlékkutat a nagy terasz előtt helyezték el. A rávésett New York képről nem tudni, vajon a tó egyik tündérét ábrázolja-e. De azt tudjuk, hogy az emlékút felállításával és az 1912. szeptember 15-én sorra kerülő ünnepi megnyitóval befejeződtek a palicsi gyógyfürdő felújítási munkálatai. Az emlékút ma is beleillik a palicsi sétány idilljébe. Horgos halászfaluról már a 11. századi írott dokumentumokban is említést tesznek. 1771-ben kezdődik meg a mai Horgos betelepítése, amikor Kárász Miklós Mária Teréziától birtokjogi oklevelet kapott. Horgos a Kárász család birtokaként szerepelt egészen 1874-ig, Kárász Benjamin haláláig. Ekkor ugyanis négy részre osztották. Az egyik részt 1890-ben Ormódi Béla vásárolta meg, aki itt építette meg Magyarország első tiszti fürdőjét a szegedi arisztokrácia számára. A Kamarás erdőben csónakázó tó, lóversenypálya és termálvizes fürdő is volt. A puszta a Kamarás nevet onnan kapta, hogy a magyar királyi udvari kamara birtokában volt. A ma is látható villág terveit Magyar Ede építésztervező készítette. Többek között itt volt Gál Lajos, szabadkai ügyvéd, Holzer Jakab borkereskedő, Baranyai Gyula iskolaigazgató és könyvtáros villája, valamint a Hernádi és a Pálti villa, és Nyilasi Sándor festőművész is itt rendezte be műtárgyi. Jelenleg itt állunk egykori Magyarország első tiszti üdülőjének a megmaradt színhelyén. Bal és jobb oldalt itt látható a villasor. Itt volt a Baranyai villa, amiben 1906-ban 10 napot itt tartózkodott Bartók Béla a népdalgyűjtés kezdetén. Aztán hát itt, ahogy lefelé haladunk a háttérben, a mai erdőben, ez ugyanis parkerdő, mert itt parkolt valamikor a 80 katesztrális fenyőerdőt, azt a 18-ban kivágták üzelőnek, és hát ebben az erdőben volt valamikor teniszpálya, labdarúgó pálya, virágház és gyönyörű sétányok rózsafákkal. Hát lent volt a Vigadói szálló, ahol mindig teltház volt. Ide naponta a vonat kiközlekedett 6-szor, Szegedről a Széchenyi térről jött ki direkt a két vagont, amit kihúztak a Rókus pályaudvaron köröztül. Egy bizonyos kisugárzása van ennek a térségnek, de ha valaki így elmesélem ezt a múltat, amit a hosszú kutatások folyamán egyedül én végeztem el, senki korábban sem, meg utánam sem nem foglalkozott ebben. Ez még a korábbi képeket, amiket begyűjtöttem, gyakorlatilag csak el lehet csodálkozni ezen a pazar gyönyörűségen, ami itt volt, úgyhogy ez, ami már vissza soha nem fog térni. Az emberi lakhely kialakulását itt, a halásztér közelében a Tisza közelsége és az átkelőhely tette indokolta. A népvándorlás korában őrhely állhatott ezen a magaslaton, amely a Kanizsa-patak torkolatát őrizte. Harmadik Béla névtelen jegyzője, Anonymus írta, hogy 896 táján három vezér Kanizsánál kelt át a Tiszán, hogy távolabbi területeket hódítsanak meg. Kérészfajhoz tartozó tiszavirág csupán 24 óráig él, ami alatt gyönyörű, párzási táncot jelejt a folyó fölött a levegőben. A rajzás mindig a késő délutáni órákban kezdődik és alkonyatig tart. Ezután a Tisza temetővé válik, az apró állatok a természet körforgásának áldozatául esnek. A városháza a budapesti Rejz Zoltán tervei alapján készült. Az eredetileg oldaltornyos, szecessziós épület tervein pénzhiány miatt változtatni kellett. A díszek, stukkó gazdagsága a kor emberének igényét, a szépre való törekvést mutatja, de mindezt mértékkel. Patinás úratornya utánozhatatlanul képviseli magyar Kanizsát.
ékes igazolója a városiasságnak. A városház előtti kis parkban két híres kanizsai művész szobra áll, Dobóti Hamér festői és Koncz István költői. Itt született továbbá Beszédes József vízépítőmérnök, Harsányi Tibor zeneszerző, legnevesebb Kodály tanítvány, Dusán Dimitrijevic író, a Szermatiza elnöke, Tóbiás Nincsígy, írói nevén Ozorai Árpád, Csuka Ferenc író, Tolnai Ottó költő, Nagy József pantomim művész, színész rendező, valamint sok más jelentős tudós és művész. Magyar Kanizsa mellett hatalmas szikes terület található, a járás. A járási csodakútnak nevezett forráshoz több legenda is fűződik. Egy cigánylány naponta eljárt a járási tóhoz fájós lábait melengetni, s egy idő után észrevette, hogy fájdalmai elmúltak. Innen származik a forrás neve is. Később Grünfeld Hermann, sikeres üzletember, a 6 kilométerre lévő járási gyógyvizet vezetékeken bevezette a városba, és megalapította a csodafürdőt, amely máig gyógyfürdőként üzemel. A népkertet Kanizsa parkját Bednárc Károly irányításával hozták létre. A század elején a polgári középosztály legkedveltebb szórakozóhelyének számított, mivel itt található az eklektikus stílusú vigadó, amely máig él az idősebbek emlékezetében. Addig-addig sétáltunk, 8 óra körül már fölmentünk a teraszra, elfoglaltuk az asztalunkat, megtelt a vigadó, és kezdődött a tánc. A just és az enyém, csak az enyém, az enyém. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem, tekerem, szerelem, tekerem. Kedvenc mindenem ölsz engem bárhová, hová csak képzelem. Kiterítve a térkép az asztalon, tekerek rajta, ezt már jól tudom. Elrepülök, ameddig lehet, völgyeken dombokó. A szecessziós stílusú zentai városháza megépítését 1911-ben kezdték el. 1914-ben sikerült befejezni az építkezést, s az impozáns építmény immáron 99 éve áll a város központjában. Az épület a toronnyal együtt 50 méter. Tornya irányjelzőként magasodik a város fölé. A toronyból pazar a kilátás, az idők folyamán lehetett látni innen jót is, rosszat is, végigkísérni azt a folyamatot, ahogy Zenta a változásokkal belép a 21. századba. szeptember 11-én Savoyai Jenő keresztény seregei Zentán aratták győzelmet a török sereg felett. Ezzel a csatával ért véget a terület török elnyomása. Nagyvezér, második Mustafa szultán nevében elfoglalom a területet! Én, Savoyai Jenő, osztrák, főherceg, 40 ezer fős csapatommal állok itt. Ha, mit nekem 40 ezer ember, mikor 150 ezer fős seregem van?
Az entai tűzoltó laktanya szecessziós stílusban, népi díszítő elemek felhasználásával épült 1904-ben. Három különálló épületből áll, az utcai fronton elhelyezkedő keleti és nyugati pavilonból, amelyeket boltozatos kapukat össze, valamint a telep belsejében lévő szolgálati helyiségből. Tervezője Lajta Béla. 57-ben elküldtek altiszti tanfolyamra Újvidékre, és hát ugye aztán ott, mint parancsnok helyettes, meg mit tudom, én dolgozgattam, később parancsnok lettem. Az életemben akkor fordult meg a tűzoltóság felé az élet, amikor 58-ban bejöttem a bútorgyárba. Nagyon kezdetleg is volt akkor még a tűzrendészet, de az én dolgom volt, hogy abban foglalkozzak. Tehát 58-ban, és akkor kapcsolódtam be az entai önkéntes tűzoltó testületbe, és 67. szeptember 1-től neveztek ki, mint tűzoltó egység parancsnokon. A bugarasi szárítóban meggyulladt a napraforgó, és hát azt próbáltuk ótani, szénmonoxid keletkezett, és amikor ők kinyitották az ajtót, akkor az belobbant, nem robbant, lobbant. Különbség van a kettő között. És hát olyan, hogy a szárítónak a nagy ventilátorainál ugye kijött ilyen láncsóval, amikor sajnos engem is megfogott. Az arcomat nem, mert azon volt légzőkészülék. Mindjárt a fiamra gondolt a napja, akkor 7 éves volt. A Royal Hotel 1910-ben épült szecessziós stílusban, magyar Ede szegedi tervező építész elképzelései alapján, a régi magyar király vendéglőhelyén. Az impozáns épület teljesen újszerűen hatott, elütött a körülötte lévő építményektől. Zentának egyik legrégebbi épülete a Royal. Az 1960-as évektől moziként szolgált. E célból nagyszabású felújítási munkálatokat végeztek rajta, melynek során díszítésének nagy részét sajnos elvesztette. Majd 1990-ben tűzütött ki, de most sem az eredeti állapotának megfelelően építették újjá. Teljesen átalakították, új szárnyakat kapcsoltak hozzá, modernizálták. Az évek során a szálló mindvégig állami kézben volt, de 2003-ban privatizálták és újabb változásokon ment keresztül az immár 93 éves épület. 2007-ben Vatai István építész tervei alapján újjászületett a Royal Hotel. Visszaállították az épület eredeti ornamentikáját, helyreállították az eredeti balkonjait és a belső magasságát is. Dobrodošli u moja város! Törökbecse az egyetlen olyan tiszamenti város, amelynek központja közvetlenül a folyó mellett fekszik. A törökbecsei kikötőbe már 1832-ben megérkezett az első gőzhajó, és 1872-ben itt vetett horgonyt az a hajó is, amely Ferenc József császárt hozta látogatóba. Érdekesség, hogy a Tisza más néven Asztralem folyója. Ezen a helyen sok fiatal szeret egymásban, új párok születnek, és nagyon szép emléket fűzik őket ehhez, a gyönyörű szép helyhez. Törökbecsei nyári színpad régen jelentős szerepet játszott a kisváros lakóinak életében. Számos színházi előadást mutattak itt be. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés.
A Tiszának régen nagyobb gazdasági jelentősége volt. Kikötők és hajógyárak húzódtak a folyó mentén, ma viszont inkább a turisztika virágzik és a gazdaság hanyatlik. A vízi sportok is egyre divatosabbak, mint az evezés és a vízisíjelés. A folyón tavasztól őszig hazai és külföldi hajók kötnek ki, hiszen egyre több embert vonz a tiszaparti kikapcsolódás. A Becsei Parkban kellemes, hosszú sétákat lehet tenni, vagy esetleg piknikezni. Bánátban kopónak nevezik azokat a vájatokat, bemélyedéseket, ahol felgyülemlik a víz. Mivel ezen a vidéken különösen magas a víz sótartalma, a szikes tavak mélyedéseit sóskopóknak hívják. A sóskopó talán a legismertebb és legnagyobb szikes tó a vajdasági bánságban. Törökbecsétől 5-6 kilométerre fekszik. Valójában időszakosan kiszáradó szikes mocsár, amely a Tisza egyik ősi mederágában alakult ki. Sajnos a végleges kiszáradás veszélyezteti. A sóskopó madárrezervátum. Ezen a területen tavasztal és ősszel 203 madárfaj vonul át. Egyesek itt is költenek, mások csak megállnak pihenni. Megfordulnak itt darvak, különböző vadrécék, vadludak és más gázló madarak is. Törökbecsétől 12 kilométerre a határban áll az Aracsi Puszta templom, mely az egyik legkorábbi építészeti emlék a vajdaságban. Itt állt a középkorban az Aracs néven feljegyzett falu, melyet 1551-ben Mehmed bég elfoglalt, majd a török hódoltság alatt elpusztult. A környező területeken később szerbek és magyarok telepedtek meg. Egykor egy római szentély állt itt, később a kereszténység terjeszkedésével egy kis templomot építettek a helyére, a 10. század körül, majd ennek a helyén emelték az Aracsi Puszta templomot. 1280-ban a kunok lerombolták, ezután 100 évig romtemplom volt. Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné 1377-ben újjáépítette, de később a törökök kifosztották, és ekkor kapta a Puszta templom nevet 1551-ben. Az ezt követő 458 év alatt sok rossz sújtotta a templomot, többek közt egy nagy szélvihar és a világháborúk. Történetek is fűződnek a templomhoz, és a templomnak még tündére is van, akit Marika tündér... meghívnak. A Dungyerszky család az egyik leggazdagabb földbirtokos család volt a vajdaságban. Tagjai között bohém figurák is voltak, Lazár Dungyerszky, Bogdán nagybátyja például szenvedélyes szerencsejátékos volt. Egy nap egy másik gazdag földbirtokos pókerpárbajra hívta ki. A kártyázás első felében még Lazár kezében volt a győzelem, ám fordult a kocka, és a kihívó nyereségével zárult a párbaj. Úristen! Ekkor ellenfele felajánlotta Lázár! Van egy ajánlatom. Mondja. Egy sasszem. És visszakapsz mindent. Elfogadod? Természetesen el. És egy alma. Folytassa. 15 lépés. Csak egy almát kellett eltalálnia, azonban az alma a felesége fején volt. Lazár Dungyerszky kiállt a párbajra, és visszanyerte a kastélyt. Thank you.
bok, vagy nem bok? Támadás! Ne mosolyogjatok! Én, Szavoly Jenő, osztják nagy... Érdekes épp, hogy a Tisza más néven a szerelem folyja. Ezen a csoda szép helyen szerelmesek... Jaj, de... Megy! Ez a negatív sekvő. Annyira vicces volt.